Ez a beszélgetés most egy igazán forró drótos, hiszen a Tiszavasvári Város képviselőtestülete ebben a pillanatban hagyta abba az idei talán utolsó ülését, és az egyik napi rendi pont volt Tiszavasváriban majd a létesítendő Baromfi feldolgozó üzemmel kapcsolatos mindenféle kérdés. Nagy tisztelettel köszöntöm a cég képviselőjét, projektvezetőjét, és nyilván az emberekben most megfordul a kérdés, hogy itt Vasváriban már van ilyen, van Baromfi feldolgozó, hogyan jött az ötlet, hogy kellene ide egy másik? Köszönöm a lehetőséget, a nyilatkozás, a Terjék Attila vagyok. A kérdés jó, tudjuk, hogy van itt egy feldolgozó üzem, mi más szeretnénk, más módon szeretnénk az üzemet működtetni, illetve másfajta terméket szeretnénk létrehozni ebben az üzemben. Ez egy nagy európai szinten is modernnek számító üzem lesz, amivel szeretnénk munkát adni a környéken azoknak az embereknek, akiknek most per pillanat nincs, de szeretnének, illetve nyilvánvalóan szeretnénk olyan piacokat ellátni a termékeinkkel, akik erre igényt tartanak. Ránk jellemző az, hogy olyan kérdéseket boncolunk, ami igazán foglalkoztatja az embereket. Na most nem akarok senkit, és nem is tisztem, hogy bárkit, és nem az, hogy lejárassak, vagy rossz véleményt alkossak, de ugye a tévéhíradóban láttunk ezt-azt a mostani Baromfi feldolgozóról. Mennyivel másképp gondoljátok ennek az üzemeltetését? Mindenkinek megvan a maga üzletpolitikája, hogy dolgozik, mint dolgozik. Mi, ahogy mondtam az imént is, egy modern üzemet szeretnénk, ahol minden előírásnak meg fogunk felelni, és itt nem fordulhat elő az, hogy bármilyen hibás termék vagy problémás áru elhagyja a területet. Nyilván olyan szakembergárdával is fogunk nekiállni a munkának, aki ezt biztosítani tudja, és a kollégák, akik nálunk dolgoznak, bízunk benne, hogy megfelelő hivatottsággal fognak hozzáállni a munkához, hogy ilyen ne történessen. Egyébként eléggé modern és automatizált lesz az üzem, ettől függetlenül nagyon sok kollégának tudunk majd munkahelyet biztosítani. Tehát én hiszem azt, hogy nem fordulnak el olyan események, amik aggodalomra adhatnának okot. Ugye ezt már a beszélgetés, vagy a riport előtt már néhány szót váltottunk, és elmondtad, hogy nem a környékről jöttél. Nem, én Tatáról érkeztem, Károly Attila úrral dolgozom együtt, akinek a fejében megfogant ennek az üzemnek, illetve a beruházásnak a létesítése. Engem kért fel projektvezetőnek. Igen, az ország másik feléből jöttem, de vannak kötődéseink is ezen a területen, és úgy véljük, hogy nagyon sok lehetőség van itt és a környéken, és bízunk benne, hogy hasznosan tudjuk megvalósítani ezt a beruházást mindenki részére. Jön a nagy kérdés, miért pont Tiszavasvári? Hiszen azt hiszem, egy ilyen beruházás, ami nagy valószínűséggel létre fog jönni. Hát igen, a városnak ez jelentős pénzforrást is jelentett iparűzési adó szempontjából. Igen, ez jelentős helyi adókat fog generálni mindenféleképpen. Miért pont Tiszavasvári? Ugye több az országban több terület is, azt mondom, hogy ez nem jó szó, hogy versenybe száll, de érdeklődik erősen ezután a projekt iránt. Mi azért próbáljuk meg itt, mert Károly úrnak vannak elég jelentős kötődései itt a környékhez, illetve látjuk azt, hogy van olyan munkaerő, aki itt nálunk megfelelő munkát tudna találni, tehát van munkaerő alap, illetve a városvezetése is megfelelő pozitívan állt hozzá, úgyhogy igazából akadályokat nem látunk, amit adott esetben lehetne tapasztalni egyéb területen, tehát itt nagyon pozitívan állt hozzá mindenki segítőkészen. Közös érdek, tehát ez a városnak is mindenféleképpen jó lesz, mert mondom, tehát ez megvalósul, nagyon komoly bevételeket generál, ami ahogy említetted, igen jelentős helyi adóbevételekkel jár majd. Meglévő csarnokot szeretnétek hasznosítani, vagy esetleg újban gondolkoztak új ipartelepben? Az a leggondolás az, hogy zöldmezős beruházásban építjük meg a feldolgozót. Oka ennek részben az is, hogy egy olyan technológiát szeretnénk beépíteni, ami nem biztos, hogy bele tud passzolni egy meglévő területbe, tehát nekünk mindenféleképpen egy új üzem, egy teljesen új modern üzem lesz a megoldás. Annak idején Puskin is megmondta, hogy minden az anyagin múlik. Nyilván a kedves tévénézőknek is átfut az agyán, hogy oké, láttunk már ilyet, hallottunk már ilyet, viszont milyen lehetőségek lesznek azok számára anyagilag, akik azt mondják, hogy igen, szeretnénk megpróbálni, szeretnénk menni hozzátok dolgozni.
Egy nagyon normális, tisztességes bért szeretnénk fizetni. Tekintve, hogy nagyon normális, tisztességes munkát is várunk ezért el cserébe, de nem hiszünk abban, hogy egy kollega minimál bérért kihajtva végsőkig normális munkát tud végezni. Nekünk sokkal fontosabb az, hogy jó minőségi termék kerüljünk ki a végén az üzemből, mint az, hogy 3 forintot megspóroljunk valaminek a bérén. Tehát akkor sorok között olvasva nem az a cél, hogy minél kevesebb pénzért, minél több munka. Nem. Tehát mi, hogy mondtam is, tisztességes bért szeretnénk fizetni, tisztességes munkáért cserébe. Tehát dolgozni nálunk is kell, tehát ez az alapja sajnos, tehát ez egy ilyen világ, de ezért mi megfizetjük a kollégákat, akik nálunk dolgozni fognak. Nagyjából mikor a várható, hát nem azt mondom, hogy az indulás, hanem maga az, amikor már látszik, hogy igen, itt lesz valami. Hát ugye a városvezetés most döntött arról, hogy támogatja az elképzeléseinket, egész konkrétan a testület. Most, amikor megtudjuk a rendelkezésre álló területek listáját, illetve az, hogy hol tudjuk ezt elkezdeni a beruházást, onnantól kezdve indul a tervezés. Mi úgy számolunk, hogy jövő év legelejétől már neki tudunk állni a munkának, tehát a tervezők azok már várják, hogy meglegyen a konkrét terület, ahol már lehet tervezni, mert anélkül csak beszélgetünk sok mindenről. Ugyan készítettünk előzetes terveket, tehát megvan már tervezve az egész üzem, de ez csak akkor lehet véglegesít, amikor megvan az adott terület pontosan. Tehát területi adottságokat ismerjük, energiaellátás, mindenféle egyebet is alkotunk. De jövő év legelején indulni szeretnénk mindenféleképpen. Tehát bízunk benne, hogy nyáron már itt látszani fog valami, hogy elindult. Ez egy elég komoly előkészítő munkát igényel, tehát legalább egy fél éves olyan munka lesz. Az eddigi körülbelül egy éves előkészítést is alapul véve, de hát még legalább egy fél év kell nekünk, mire mindenkivel mindent. Tehát az összes terve elkészül pontosan, és utána indul az építkezés. Tehát nyár végén, ősz környékén szeretnénk már elkezdeni az építkezést, és bízunk benne, hogy talán év végére itt már olyan lesz, hogy kész lesz üzem. De ez nagyon sok minden múlik hatóságokon, területen, a jó Isten, mit segít meg minket, tehát de ez elképzelés. Akkor ez azt jelenti, hogy jövő ilyenkor már az első néhány bódult csirke feldolgozott állapotban lekerül a gépsorról. Hát én nagyon szeretném, tehát én ezért dolgozom. Nem csak rajtunk áll a dolog. Tehát itt most egy nagy lépés történt az ügyben, hogy a munka megindulhasson. De hát ugye hatóságok is elég sok időt igénybe vesznek. Én részt vettem már több ilyen beruházásban, tehát tudom, hogy ez nem egy egyszerű történet. De hogyha minden úgy alakul, ahogy mi tervezünk, akkor igen, jövő ilyenkorra már itt már egész komoly előrelépés lesz. Tehát szeretnénk már a gépeket beüzemelni. Gondolom, most a beszélgetés kapcsán sokan felkapják a fejüket, és szerintem vagy részemről az is nyilvánvaló, hogy ahogy elkezdődnek az előkészületi munkák és az építkezés, mert ide nem hiszem, hogy csak úgy valaki bemegy az utcáról és csirkefeldolgozó lesz. Nyilván lesz bármiféle előképzés, kap valami előképzettséget az illető. Természetes, tehát célunk az, hogy aki nálunk dolgozik, az kapjon egy megfelelő képzést, tehát megfelelő szakembereket szeretnénk beállítani az üzembe. Ahogy mondtam, ez egy eléggé komolyan automatizált és modern felszereltségű üzem lesz, tehát tényleg nem fog ez úgy működni, hogy valaki bejön az utcáról és akar neki dolgozni, tehát kiképezzük azokat a kollégákat, akik nálunk fognak dolgozni mindenféleképpen. Hát ez igazán jó, hogy tényleg a városlakóknak, a városnak bárhogy nézzük. Én azt kívánom magunknak, hogy jövő ilyenkor egy jó nagy tár rántott csirkecomb mellett beszéljük meg, hogy igen, létrejött, megvalósult. Addig is kívánok nagyon boldog karácsonyt és sikeres új évet. Köszönöm szépen, köszönöm is.